Sziasztok! Ebben a videóban egy olyan Reston szerkezetet fogok mutatni, amivel időzítős TNT-t tudtok csinálni. Mutatom is, csak kicsit messzebb megyek. Ez van nálam egy csirketest, ami TNT-nek van elnevezve, ez rakja le a TNT-t, amin óra van. És ezt, ennek az értékét lehet állítani, akkor átírja, hogy attól függ, hogy merre néz a mutató, 7 ugye a max. Ja, valami nagyobb számmal kéne. Jó, legyen 7, induljunk maxról. És ha használom a távirányítót, a szokásos távirányítót, a répás horgászbotot, akkor szépen elindul a mutató, a számot is ilyenkor átírja, és elérje a nullát, akkor felrobban. Uff. Úgy van megcsinálva, csak a csirk által lerakott item frame-mel, egy eszközkerettel működik, tehát most így hiába rakok össze egy ugyanilyet kézzel, használom a botot, nem történik semmi. És több TNT-vel is működik. Hát remélem nem fogják ellökni egymást. Beállítok ennek más értéket. A bot az csak a legközelebbit indítja, úgyhogy kétszer kell használni, hogy mind a kettő elinduljon. Akkor látjátok, mindkét mutató mozog. És amíg elér a nullát, az felrobban. Igen, közel volt, és akkor előbb aktiválta a másikat. Akkor kicsit messzebb rakom őket, hogy látszódjon, tényleg úgy van. Mondjuk ez 2 másodperc múlva robban. Ez meg 3. Kétszer megnyomtam. Szépen felrobbannak. Na, hogy hogyan is működik? Hát igen, egy kicsit nagy. De hogy így működjön, ahhoz sok kell. Szóval, ahol is kezdjem. Van egy fill clock, ez a két command block. Kezdjük a csirkénél. Ez a 3 command block. Ugye... Ha átnevezett tojással rakok le egy mobot, akkor az a mob is át lesz nevezve, tehát egy TNT nevű csirkét rakok le. Ez a command block pedig egy TNT nevű csirkével lefuttatja azt, hogy rakjon le egy TNT blokkot ott, ahol van. Oké. Ez lerakja az eszközkeretet, illetve pontosabban megidézi, ugye summon parancsal lehet eszközkeretet lerakni a TNT-re. A facing-el lehet beállítani, hogy merre nézzem. Igen, be van állítva neki itt, hogy egy kar legyen benne, az 7-esnek legyen elnevezve. Merre forduljon a tárgy, az 5-ös. Úgy működik ez a tag, hogy ha most így belerakom, így alapból ez most nulla ez a item rotation. Item rotation, igen, most nulla. Ha használom, akkor 1, 2, 3, 4, 5 és így tovább. Jó. És ami fontos még, hogy a item frame-nek ad egy nevet, az, hogy A. Így tudja megkülönböztetni a rendszer, hogy mi az, amit kézzel raktam le, és mi az, amit a csirke rakott le. Tehát most így kézzel lerakom, ennek nem az a neve, hogy A, nem kezd vele semmit. Az utolsó pedig elteleportálja a csirkét 500-al lejjebb. Jó? Tehát a semmibe. Akkor van itt egy számláló. Egy számláló, jó vagyok. Ezek a command blokkok itt a számlálót állítják. Pontosabban egy score-t állítanak. Van egy X score, ez az, hogy hányszor használtam a répás horgászbotot. De ugyanezt a score-t használja arra is, hogy az időzítőnek értéket adjon, vagy hogy meghatározza, hogy... Na jó, inkább mutatom, ez egyre bénább. Szóval, az A nevű item frame-eknek 4-re állítja, amik null irányba néznek, az után lévő az nem lényeg, azt ki is törölhetem akár, ki is törlöm, hogy ne zavarjon, ez nem lényeg, a többinek ki van törölve, csak ott valamiért úgy maradt. Tehát ha nullában van forgatva az item rotation az nulla, akkor az x-score az legyen 4. Ez mit is jelent? Karral látványosabb. Most nulla az item rotation, és 4-re állítja a score-t azért, mert 4-re van itt a felsőtől. Igen, sajnos ez az item rotation és az óra lapja az nincsenek így párhuzamban, úgyhogy nem annyi x-et kell neki adni, mint amennyi az item rotation. Tehát most ugye 4 másodpercre van a nullától, vagy 4-re van a nullától, úgyhogy ez az x-et 4-et kap. Na, viszont az item rotation ilyenkor nulla. Használom egyszer, most egy az item rotation, viszont 3-ra van. Ott a éjféltől, vagy a robbanástól. Most 2-re van, és 2 is az item rotation, tehát nincsenek párhuzamban. De nem gond.
Csak a többinél így, itt van, hogyha item rotation 1, akkor 3 legyen az X. Beállítja az X-et, és ha ez lefut, akkor itt ezekben mind ugyanaz a parancs van. Azért nem lehetne őket összekötni reston vezetékkel, mert folyamatosan jelet küld. Tessem meg. Így. Tehát folyamatosan jelet küld, és ha reston vezetékkel össze vannak kötve, akkor nem tud újra futtat. Nem tud újra lefuttatni a parancsot. Ami egy reston blokkot rak le, ide rak le egy reston blokkot a piros agyagra. Ez megnézi, hogy mi a neve az item frame, nem, mennyi az X értéke az eszközkeretnek, és átállítja a benne lévő tárgyat. Tehát a csirke kell hozzá. Most látszik is, hogy villog, hogy minden változtatásnál, minden forgatásnál változik az X értéke, tehát leellenőrzi, hogy akkor most milyen tárgyat is kell belerakni. Forgatok egyet, az item rotation az 1 lett, ugye itt van, item rotation 1, 3-at adott az X értéknek, lefuttatja ezt a részt. Ez a rész 0, 1, 2, 3, itt van. Na, ha 3 az X, akkor a benne lévő tárgyat cserélje le egy karra, aminek az a neve, hogy 3, és az item rotation legyen 1. Ugyanis, olyat nem lehet csinálni, hogy ami benne van tárgy, annak lecseréljem az MBT-jét, hanem úgy, ahogy van, lecseréli ezt a benne lévő kart egy másik karra. Nekünk kívülről úgy tűnik, mintha csak a neve változna, valójában egy másik kar kerül belőle, de hát ez nem lényeg. Jó. Az aktiválást azt kihagytam, még nem mondtam el. Oké. Lefuttatja azokkal a játékosokkal, akiknek ez az X1, ugye az X volt, hogy hányszor használtam a botot, azt csinálja, hogy a legközelebbi item frame-nek, akinek A a neve, legyen B. A másik pedig mindig lenullázza az X értéket, hogy többször lehessen használni a horgászbotot. Oké. Itt van egy ilyen órajel, a Valentin napi malasznál mutattam ilyet, ugyanez. A hopper átadja a sütőnek, az alsó kommandok kiüríti a sütőt, a felső pedig a hopperbe visszarak egy tárgyat késleltetéssel. És akkor indul újra a kör, leadja, kiüríti, berakja, stb. Jó, ez a lényeg, ez az item frame-eknek, az eszközkereteknek, amiknek B a neve, tehát amiket ugye aktiváltam, azoknak az X értékéből levon egyet. És utána ugyanez a reston block lerakós, mert ugye a nevét frissíteni kell, amikor megy a visszaszámlálás. Oké, itt van még egy ilyen, hogyha eléri a nullát, akkor törölje ki azt a TNT-t, és idézem meg egy aktivált TNT-t, ami azonnal robban. Itt az utolsó command block, ez csak azért kell, ez megöl minden tárgyat, amit itt kidobok valamit, akkor azt azonnal megöli, mert amikor fölrobban a amikor fölrobban a TNT, tehát eltűnik a TNT blokk, akkor így kiesik a reston az eszközkel, tehát most mutatom ezt, így kiütöm, és ha így csinálom, kiesik az eszközkeret, úgyhogy oda raktam még egy ilyen tárgykinyírós parancsot, hogy ne maradjon utána semmi. Próbálkoztam azzal, hogy kitörli az item frame-et, de valamiért nem jött össze. Ja igen, mert túl hamar elpusztul, mert túl hamar kidobja ezt a tárgyat. De ha valaki meg tudja oldani, akkor írja meg. Azt hiszem működik multin. Most itt azzal foglalkoztam, az volt a szempont, hogy több TNT tudjon egyszerre menni, meg hogy ne akármilyen eszközkerettel menjen, amiket elmondtam. De szerintem multin működik, nem tudom, hogyha több játékos. Igen. Ja, persze, hogy működik, igen. Aki használja a botot, az indítja a TNT-t. Hát igen, azban nem tud válogatni a rendszer, hogy kirakta le a TNT-t, és mindenki csak a sajátját tudja aktiválni. De akár azzal is föl lehetne turbózni. Még jó sok kommandok kárán. A kézikönyv óvjon. A pálya letölthető. A kézikönyv óvjon. Sziasztok!